tulajdonképpen az egész 3 évvel ezelőtt kezdődött egy gerinc problémával, amivel a Dávid Gerinc klinikára jártam rehabilitációra, fizioterápiára egész pontosan, és ők mondták, hogy itt csípő probléma van, forduljak a professzor úrhoz. És mi először akkor találkoztunk online 3 évvel ezelőtt a Covid idején, de akkor még nem voltak komoly panaszaim, és a professzor azt mondta, próbáljuk meg a konzervatív kezelést. Úgyhogy igazán a műtét előtt sem voltak napi fájdalmaim, egy héten 2-3-szor zömmel éjjel, főleg éjjel jelentkeztek a panaszok, viszont elkezdtem sántítani. Ez nagyon zavar, tehát én szeretek nagyon sok programot szervezni a 7,5 éves unokámmal, illetve a munkám miatt rengeteget járok külföldre, és ebben eléggé akadályozott a sántítás. Úgyhogy így aztán újra felvettem a kapcsolatot professzor úrral június közepén, és a leletek alapján maradtunk, hogy akkor most sor kerül a műtétre. Úgyhogy nem mondhatom, hogy nagyon nagy fájdalmaim voltak előtte, meg napi fájdalmaim voltak, de kellemetlen volt, és nem szerettem volna megvárni azt az állapotot, amikor már tényleg járni sem tudok. Meg volt június közepén professzorral az online konzultáció, majd utána lekerültem Kaposvárra egy személyes találkozóra, és örömmel nyugtáztam, hogy már augusztus közepén sor kerülhet a műtétre. Ez nagyon fontos volt nekem, hogy minél előbb túlesek rajta, minél előbb rehabilitálódjak. Meg kell, hogy mondjam, nekem ez volt az első műtétem, tehát én kórházban előtte 42 évvel ezelőtt volt, amikor a fiamnak életet adtam. Egy picit izgalommal töltött el az, hogy milyen lesz egy műtét, egy ilyen relatíve nagy műtét, milyen lesz a kórházban eltöltött idő, de a konzultáción professzor egyrészt elmagyarázta az állapotomat, elmagyarázta, hogy zajlik majd egy ilyen műtét. Megmutatott egy csípőprotézist, ami hát nekem fontos volt, hogy lássam, hogy ez hogy néz ki, és mutatott felvételeket arról, hogy hogyan mozognak a betegek a műtét után. Úgyhogy mindez nagyon megnyugtató volt, tehát mondhatni azt, hogy nem nagyon izgultam a műtét előtt. Ugyanakkor az ember óvatatlanul összehasonlítja, meg információkat gyűjt másoktól, hogy ők náluk milyen volt, hogy készültek a műtétre, és örömmel tapasztaltam, hogy a felkészülés itt hát abszolút professzionális volt. Tehát az, hogy olyan gózkutatáson mentem keresztül, hogy tényleg tetőtől talpig mindenemet megvizsgáltak, és örömmel nyugtáztam, hogy egy-két fogászati kezelésen kívül más beavatkozást nem kell, mert más probléma a szervezetemben nincs. Az, hogy CT tervezéssel lesz a műtét, az, hogy lehetőségem van egyediek gyártott protézisre, mert speciális a csípőm, hiszen két oldali csípőfizammal születtem, tehát az sem véletlen. Mindez nagyon-nagyon megnyugtató volt, hogy ennyire gondos előkészítéssel jó kezekben vagyok. Úgyhogy mindezek után a műtét reggelén utaztam le Kaposvárra, én Budapesten lakom, utaztam le Kaposvárra, ahol az izgalom csak addig tartott, amit találkoztam a klinika személyzetével, az altatóorvosa és a professzorral, mert rögtön éreztem, hogy na itt a legjobb kezekben vagyok, innentől kezdve izgulni valóm nincs, izguljon az, akinek dolga van velem. Úgyhogy a műtétre bekerültem, nagyon kedves, vicces volt tényleg mindenki velem, tehát egy pillanatig nem jutott eszembe az, hogy itt valami fájdalmas vagy kellemetlen történhet, és praktikusan már a gerinc érzéstenítés szúrásait sem éreztem, és a saját ágyamban ébredtem, egy-egy a szobában voltam a klinikán. Jól esett, hogy a professzor bejött és elmagyarázta, hogy mi volt. Jól esett, hogy a személyzet gyakran bejött megkérdezni, megnézni, hogy mi a helyzet velem. Olyan volt, mint egy 4-5 csillagos szállodában egy kellemes szállodai szoba, hozzáteszem, remek hotelling szolgáltatásokkal. Úgyhogy 2 napot voltam bent. Senkinek nem kívánok soha rosszabb kórházi ellátást, mint ami a klinikán volt. Izgatottan vártam a műtét után, hogy milyen lesz az első sétám. No most egyrészt nagyon jól voltam a műtét után, tehát olyan állapotban voltam, hogy föl tudtam hívni a családomat és a barátaimat, elmondani, hogy túl vagyok, jól vagyok, nincs fájdalmam, ne izguljanak. Különösen érdekes volt a 7,5 éves unokámnál, aki hát rettentően izgult a nagymamájáért, aki nem szokott beteg lenni, mi történik most, hogy kórházban van. Amikor jött a gyógytornász és fölállított, akkor hát az első lépések azt mondom félénkek voltak,
de tudtam, hiszen professzor felkészített rá, és ezért is csodálatos dolog ez a CT tervezés, hogy a csontban van egy ciszta, tehát az a javaslat, hogy ne terheljem rögtön, hanem mérsékelt terheléssel, tehát mankóval kell járnom. De a két mankóval a folyosón simán, minden probléma nélkül, kicsit még félénken, de sétáltam. Másnap reggel ez már sokkal, sokkal jobban lett, és nyilván napról napra jobb lett. Hozzáteszem, hogy nem volt fájdalmam, nyilván a fájdalomcsapítós időszak alatt sem, és utána sem egyáltalán. Tehát semmilyen fájdalmat azóta nem érzek. Ez valami csodálatos. Most már nem is sántítok, otthon rehabilitálódottam, ugye 5 hetes, nem egész 5 hetes műtött vagyok, otthon rehabilitálódtam, mozogtam is a mankókkal, 4 hétig 2 mankóval, aztán egy mankóval, betartottam a professzor utasításait, és izgatottan mentem vissza a 4 hetes kontrollra, hogy eldobhatom-e már a mankókat. Szerencsére a visszajelzés jó volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy visszakaptam a mobilitásomat, nem sántítok, és nincsen fájdalmam.